Ez a pillanat, amikor először elkezdtem nem érezni a fájdalmat, másfél éve volt. Még most is úgy érzem, mint egy csoda. 25 évesen, 6 évvel ezelőtt a testem nagyon beteggé vált. Visszatekintve, a tüneteim 16 éves korom körül kezdődtek, Lyme-kórral diagnosztizáltak, és akkor alternatív utakat kerestem a Lyme-kór gyógyítására. Azt mondták akkor, hogy betegebbé fogsz válni, mielőtt jobban leszel, ami meg is történt. És a 3 év folyamán hozzáadtam újabb és újabb tüneteket, újabb és újabb diagnózisokat egy hosszú listához. Ma már nem azonosítom magam diagnózisokkal, nem csak mert nem vagyok beteg, de azért is, mert egy ponton ezen az úton el kellett vetnem a diagnózisukat, hogy meggyógyuljak. Néhány diagnózis, aminek talán volt igazságtartalma akkor, ilyenek, mint Lyme-kór, Hashimoto, autoimmunbetegség, krónikus Epstein-Barr. Ahogy emlékszem, álmatlanság, krónikus fáradtság szindróma, fibromialgia, IBS, vastagbélgörcsökkel, ekcéma, krónikus kötőhártyagyulladás, és bár hivatalosan sosem diagnosztizáltak, szorongás. Ami megmentette az életem, a hitem volt. Attól a pillanattól kezdve, hogy diagnosztizáltak, hittem bármilyen okból is, hogy meg fogok gyógyulni. Nem tudtam mikor, nem tudtam hogyan, de tudtam, hogy egy nap valamilyen módon meg fogok gyógyulni. Akkor is, ha betegebbé válok, akkor is, ha még több diagnózist kapok. Egyszer sem, és tudom, ez olyan hihetetlen, egyszer sem, nincs egyetlen emlékem sem, hogy valaha felmerült volna bennem, hogy nem fogok meggyógyulni. És nem azért, mert olyan önfejű vagy büszke vagyok, csupán nem éreztem úgy. Úgy éreztem, meg fogok gyógyulni. A testem folyamatosan gyengült, és volt egy pillanat a 3 évben, amikor megálltam, és volt esélyem igazán felmérni és felbecsülni az egészségem, és láthattam, hogy mindezek után az az igazság, egyre inkább tudtam, hogy sokkal-sokkal rosszabbul vagyok, és ez a lélek sötét éjszakája volt. Borzasztóan el voltam veszve, nem tudtam, merre kell mennem. És egy kis részem azt mondta, hogy böjtöljek. Így azt mondtam, ezt fogom csinálni, és éreztem, hogy megcsinálom ezt a vízböjtöt. Nyitott voltam, hogy böjtöljek 30 napig, azt mondtam, egyszerre csinálok egy hetet. Böjtöltem egy hetet, minden jól ment. A második héten voltam néhány napja, amikor a dolgok igazán kezdtek megváltozni, és elkezdtem nagyon betegnek érezni magam. Zavarodott, fáradt voltam, szédültem, rosszul voltam, és azt gondoltam, hogy abba hagyom. És a kérdés, amit feltettem magamnak, az volt, azért érzem ilyen rosszul magam, mert nem ettem ételt 10 napja, de ez segít, vagy azért érzem ilyen rosszul magam, mert ezzel megölöm magam. És az volt a válasz, hogy nem tudom a választ, és a kérdés keringett bennem fél napig, amikor végül megnyomta az áttörési pontot. Szó szerint a térdeimen, a konyhában kiéhezve, kimerülten, fáradtan és elveszve feltettem magamnak a kérdést újra. Segítek ezzel? Vagy megölöm magam? És abban a pillanatban a válasz kitört a számból, és hallottam, nem tudom, 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 nem tudom. És abban a pillanatban minden elmozdult a fejemből, le a szívembe. És lett egy mély tudatosságom, nem tudott kigondolni a kivezető utat a sötétből. Csak érezni tudod a kivezető utat. Addig a pontig
a teljes időmet azzal töltöttem, hogy megpróbáltam kitalálni a kivezető utat a betegségből. Kutattam mindent, tanulmányoztam mindent, sokat kísérletezgettem, mindent beleadtam, hogy megértsem, és ez világossá vált abban a pillanatban, hogy nem voltam képes megérteni. És tisztán láttam, a szívem fog kivezetni. És attól a pillanattól hagytam, hogy a szívem vezessen ki a betegségből. Most megkaptam a puzzle második darabját. Tiszta szándék, meg fogok gyógyulni, emelkedett érzelemmel a szívem fogja mutatni az utat. Ez a mód elvezetett pont oda, ahova mennem kellett. Megkaptam a megfelelő információt a megfelelő pillanatban, szerencsés véletlenek jöttek, és az elvezetett egyenesen a meditációkhoz. És emlékszem, egyszer ültem a meditációban, és azt mondtam, útmutatásokat adok a testemnek, hogy mit akarok, hogy csináljon. És azon a ponton nagyon sok kétség volt, hogy egyáltalán milyen diagnózisaim vannak. Valakik azt gondolták, hogy ez fertőzéses betegség, mint a Lyme-kor, amikor külső behatoló megtámadja a testem. Mások azt gondolták, ez autoimmun betegség, amikor az immunrendszerem ok nélkül reagál. Szóval ültem a meditációban, és azt mondtam, oké, megmondom a testemnek, mit akarok, hogy csináljon. És akkor sírásba törtem ki, mert azt mondtam, még azt sem tudom, mit akarok csinálni. Azt akarom mondani az immunrendszeremnek, hogy pörögjön fel, és harcoljon a rossz baktériumok ellen, és kapja el őket. Vagy azt akarom mondani az immunrendszeremnek, hogy nyugodjon le, nincs itt semmi, ami ellen harcolnia kellene. És felismertem, hogy még azt sem tudom, mit mondjak neki, és annyira túlterhelt voltam ettől az érzéstől, hogy túl tudtam lépni rajta. És azt mondtam, tudod, nincs is szükségem a diagnózisra. Képes vagyok nagyobbá válni, mint a diagnózis. A testem nem beszél a diagnózis nyelvén egyáltalán. Minden, amit tennem kell, meggyógyítani, ami folyik bennem. És nincs szükségem ehhez címkékre. Ez volt az a pillanat, amikor kidobtam a diagnózisok címkéit. Ezek nem szolgáltak engem, és mélyebb kapcsolatba kerültem a testemmel, és azt mondtam, a szívem ki fog vezetni. Ebben az időben a szüleim elköltöztek a házból, ahol felnőttem, és felhívtak, mondván, hazajönnél, hogy kipakold a gyerekkori szobád, és végül hazarepültem, és megtettem, és ahogy végigmentem a dolgaimon, találtam többek között egy papírt, egy régi dolgozatot, amit középiskolás koromban írtam, ami teljesen arról szólt, hogy hogyan használd az elméd, hogy meggyógyítsd a tested. Mi a csoda került elő a középiskolás koromból, és néztem Dr. Joe-t, és elbűvölt, amit mondott. Akkor olvastam a könyvét, és abban az időben az anyámat lupusszal diagnosztizálták, és dolgozott rajta, hogy természetes módon kigyógyuljon belőle, miközben az orvosok azt mondták, ez nem lehetséges. Szóval a középiskolám utolsó évében ültünk a vacsora asztalnál, és beszélgettünk, hogy hogyan tudnánk használni az elménket és más módszereket, hogy meggyógyítsuk a testet. És ez annyira érdekelt, hogy írtam erről az iskolában, és tanulmányoztam ezt. És akkor ez valahogy eltárolódott a hátsó memóriámban, amire még csak nem is gondoltam évekig. Addig, amíg ott voltam a gyerekkori szobámban, kezemben tartva ezt a papírt, és ezt az írást a múltból, a térképet a jövőhöz, és úgy éreztem, a múltbeli önmagam írta ezt. Nekem. Nem tudtam ezt akkor a középiskolában, hogy magamnak írom, de megkaptam. Fogtam, olvastam az első oldalt, tudtam ezt. Régóta. Így elvittem a térképem a múltamból, a jelenemből, az erdőbe, és ez tényleg a tetőpontja volt a gyógyulásomnak. Kivettem a nyarat a munkámból, és kimentem Oregonba az erdőbe, és azt mondtam, nem megyek el addig innen, amíg nem leszek más, mint aki idejött. És abba hagytam minden más módszert, azokat is, amik akkor működtek, és azt mondtam, amit fogok csinálni, csak itt leszek a folyóval, a fákkal, jó étellel, és a meditációkkal, és nem mozdulok,
míg mássá válok. És nem tudom elmondani biztosan, mi történt ott az erdőben, de el tudom mondani, hogy más emberként jöttem ki onnan, mint ahogy bementem, és amikor eljöttem, nagy dolgok kezdtek történni. A gyógyulás pici szikrái nagyobbak lettek, és most néhány nagy tünetem eltűnt, mint a fáradtság. Emlékszem az első reggelre, amikor felkeltem, fáradtság nélkül, de még fájdalmakkal, és a sokkoló felismerésre, hogy a fáradtság és a fájdalom nem ugyanaz volt. Nem volt olyan emlékem, hogy ezek ne lettek volna együtt, és olyan lelkes voltam, hogy megszabadulhatok a fáradtságtól. És emlékszem, amikor ez még megvolt, és nagyon jól emlékszem arra a reggelre, hogy így keltem. Most lett motivációm, amire szükségem volt, hogy folytassam. Egyértelműen tudtam, hogy csak idő kérdése. És amiről Dr. Joe beszél, tudod, végül elhatároztam, hogy hagyom, hogy a szívem vezessen az úton emelkedett érzelemmel. Beleszerettem ebbe a tapasztalatba. Tényleg imádtam ezt a folyamatot. Ez tényleg kihívás volt, sok fájdalmam volt. Úgy tűnt, hogy a probléma, amit nem tudtam, hogy oldjam meg, hihetetlen intellektuális és érzelmi kihívás. Mindez igaz volt, de szerettem ezt. Elhatároztam, hogy egy kalandon veszek részt, hogy megmentsem az életem. És mi lehetne izgalmasabb, vagy kifizetődőbb, mint ez? Szóval ez körülbelül egy évig tartott. A következő évben mentem el az első elvonulásomra Dr. Joe-val a Niagara vízeséshez, és megjelentem ott, és segítettem egy hölgynek, aki a csoportban volt, és ez a csodálatos hölgy, aki már 6-7 alkalommal volt elvonuláson, és ő kedvesen megmutatta a dolgokat, válaszolt a kérdéseimre. A 30 éveiben volt, és nagyon súlyos esembeteg volt, borzasztó nehezen tudott segítséggel járni, és nehézségei voltak a beszéddel is, és ő is tudott néhány tapasztalatomról. Néhány nap múlva azt mondtam, tudod, jelentkeztem, tudtam, hogy mindketten jelentkeztünk gyógyulóként a koherens gyógyításra, és azt mondtam, tudod, normálisan még mikor tudjuk meg ezt az eredményt? Még nem hallottam erről semmit. És azt mondta, ó, ez 1-2 nap múlva lesz, amikor várhatod. És azt mondta, akarom, hogy tudd, hogy elhatároztam, ha engem kiválasztanak, és téged nem, megkérem őket, hogy átadhassam neked a helyem. És ez mintha szélesre nyitotta volna a szívem, sírásba törtem ki, és azt mondtam, de nem adhatod ezt nekem. És ő azt mondja, ó, de én már meggyógyultam. És ez nagyon megnyitott, és mivel ha szeretetet adsz, visszakapod, természetesen mindkettőnket kiválasztottak, és nem kellett választanunk, hogy én odaadom az enyémet, és ő odaadja az övét. És nem tudom, mi volt gyógyítóbb azokban a napokban, kapni koherens gyógyítást, vagy kapni ezt az ajándékot a hölgytől, aki hajlandó volt adni abszolút bármit nekem. Egy valójában idegen, és érezni ezt a szeretetet olyan tisztán, mint ez. Ez tette ezt a rendezvényt azzá, hogy elkezdődjön a krónikus betegségem táncának a vége. És a következő hónapban volt az első pillanatom, amikor többé már emlékezni sem tudtam, milyen fájdalmakat éreztem. Az emberek néha kérdezik, mikor tudtad, hogy meggyógyultál? Azt mondom, egy nap, ténylegesen ok nélkül elkezdesz múlt időben beszélni. És először észrevettem magamon, hogy múlt időben beszélek, hogy én beteg voltam, ahelyett, hogy beteg vagyok, éreztem,
mindazokat az érzéseket, amelyekről mindig álmodtam, a lelkesedést, a hálát, a misztikumot, a csodát, és végül, ahogy éreztem és érzem magam, az olyan, mint egy két lábon járó csoda, hogy csodaként járkálok, ez az, amilyen érzés. Ez az, ahogy érzem magam. Ez a pillanat, amikor először elkezdtem nem érezni a fájdalmat, másfél éve volt. Még most is úgy érzem, mint egy csoda. Tudom, mit csináltam. El tudom mondani, mit csináltam, de valahogy, amit csináltam, nagyobb volt, mint a részeinek az összessége. És valahogy még mindig olyan érzés, mint egy rendkívüli csoda. Ami a legérdekesebb a történetemből, nem az, ahogy a meditáció, amikor ülsz a párnán és becsukod a szemed, segített meggyógyulni, bár ezt tette. A legértékesebb része a történetemnek számomra az, ahogy hozzákapcsoltam a meditációhoz az életem. Ahogy összeházasodtam az emelkedett érzelmekkel, tiszta szándékkal, nyitott szemmel is. És tényleg így járkáltam. Mindig. És igen, voltak emberek, akik mondtak dolgokat nekem. Emlékszem egy hölgyre, akivel beszéltem, és sokat beszéltem a helyzetemről, nem beszéltem a fájdalmakról. A legtöbb ember nem is igazán tudja, mit éreztem, de rengeteget beszéltem a természet felettiről, és a csodáról, és a próbálkozásaimról, és erről az egész kalandról. És nem nyomtam el a fájdalmaimat, éreztem, csak nem maradtam benne, és nem beszéltem róla. Ezekben az időkben beszéltem egy barátommal a jóga csoportból, az új gondolatokról, amiket gondolok, vagy próbálgatok, és azt mondta, nem lenne jobb, ha csak elhatároznád, hogy talán sose gyógyulsz meg? Nem lenne könnyebb így gondolkodni? Nem lenne jobb ez valahogy? És ránéztem, és azt mondtam, tudod, én értem, amit mondasz. Csak az van, hogy nem hiszem, hogy ez az, ami történik. Az van, hogy azt hiszem, hogy meggyógyulok. Az van, hogy azt hiszem, hogy nincs igazad. Emlékszem, más emberek ilyeneket mondtak. Legalább jól fogod menedzselni a betegséget. És én... Minden tisztelettel én nem menedzselem ezt a betegséget. Én meggyógyítom ezt a betegséget. És ez nem ölteltség vagy büszkeség volt, ez mély alázat volt, ami azt mondta, én látom, hogy ez egy lehetetlen út. Senkinek nincs válasza rá, sem a hagyományos kezelésnek, sem az alternatív kezelésnek, de azt hiszem, van egy módja, hogy megtegyük a lehetetlent valahogy, és meg fogom tenni a lehetetlent. Volt egy-két kulcs momentum, én azt gondolom, amit ő elmondott, ami szerintem mindannyiunk számára kulcs, meg egy ilyen esetben, amikor krónikus hosszú betegség van, amikor küzdünk ez ellen, és akkor, hogy mik voltak itt a kulcsmomentumok, amiken ő átment, mert ebből a szempontból szerintem ez egy nagyon tanulságos történet. Na, szóval akkor ugye, hát ezt így el lehet képzelni, hogy tehát lánykor küzdünk ellene, mindenféle gyulladásba kerül a testünk, és aztán jönnek sorba az autoimmun betegségek, a beleket érint, tehát mind az egész test, tehát egy borzasztó fájdalmakkal járó, azt hiszem Marci tudna erről beszélni, de ugye nem kell, mert a vége mit mondott, hogy ő nem beszélt a fájdalmáról, ugye már egy időt, amikor felismerte az utat, hogy ugye azt mondta, hogy nem beszéltem a fájdalomról. Arról beszéltem, hogy milyen kalandban veszek részt, hogy milyen gondolatokat futtatok a fejemben, stb. Szóval alapvetően neki volt egy hite, ugye az egy nagyon jó kezdet, hogy ő érezte azt, hogy meg fog gyógyulni, akárhogy is. Nyilván ezért is próbált megtenni mindent, tehát járta az utakat, meg
tanulmányozta, meg gondolom járt orvosokhoz, járt természetgyógyászokhoz, tehát kipróbálta a hagyományos utat, az alternatív utat, mindent megpróbált, és aztán eljött egy olyan pillanat, ami egy kulcs pillanat volt, hogyha emlékeztek rá, amikor elhatározta, hogy böjtölni fog. Tehát most akkor ez egy újabb dolog lesz, amit kipróbál. 30 napig csak vizet iszik, tehát ilyen vízböjtöt akar csinálni. És első hét ment, második héten elkezdett borzasztó rosszul lenni. Tehát szédelget meg mindenféle, tehát baja volt. És akkor feltette magának a kérdést, hogy most én vajon ezzel jót csinálok, vagy nem. És akkor most vagy attól érzem rosszul magam, hogy nem ettem 10 napja, vagy egyszerűen tönkre vágom magam, megölöm magam. És akkor most mi van? És akkor azt mondta, hogy nem tudom. Térdeire esett a konyhában, képzeljétek el ezt a jelenetet. Elkeseredetten, kifáradtan, éhezve, és elkezdett kiabálni, hogy nem tudom, nem tudom, nem tudom, nem tudom a választ. És akkor itt jött neki egy fordulat, hogy én ezt már mióta keresem. Mióta keresem azt, hogy hogyan tudnék megszabadulni ebből a betegségből. És nem tudom. És egyébként senki nem tudja. Tehát akkor, amikor egy ilyen gyógyíthatatlan betegséggel küzdesz, senki nem tudja ezt a kivezető útat. Mész az orvosokhoz, mész ide, mész oda, mész, és semmi, próbálkozások vannak. És ennyi idő után rájött, hogy ő se tudja, és akkor azt mondta, hogy az agyamból a szívembe ment át a megoldás. Ugye a szívem tudja a kivezető útat. És na hát itt volt egy komoly változás, tehát, hogy volt egy, ugye van egy tiszta szándék, hogy meggyógyulok, és a szívemmel érzem azt, hogy egészséges vagyok. És nem kell tudnom azt, hogy ez hogy fog megtörténni. A nagy probléma az velünk, hogy mi úgy vagyunk programozva, hogy ki akarjuk találni, hogy hogyan. Folyamatosan ezen jár az agyunk, hogy hogyan. Ezt kipróbáljuk, azt kipróbáljuk, ezeket mind, ezeket a fizikai megoldásokat, és ő rájött, hogy ennyi ideig próbálta, és nem megy, nincs válasz. Nem tudja. Viszont a szíve azt tudja, és amikor ráhangolódott a szívére, és elkezdte ezt az utat járni, hogy érezze a megoldást, na akkor kezdtek megjelenni szinkronicitások, szerencsés véletlenek, elvezették bizonyos helyekre, a meditációhoz például. Véletlen felhívta az anyukája, hogy költöznek, hogy gyerek kislányom, pakolt ki a szobád. Véletlen pakolt a szobát, kezébe került egy középiskolás korában írt levél, vagyis egy ilyen dolgozat, vagy egy tanulmány, ami arról szólt, hogy az elme le tudja küzdeni a betegséget. És azt mondta, hogy ezt én írtam, nem tudom, 18 éves koromban, a 30 akárhány éves korombeli magamnak. Akkor még nem tudtam, de ott fogta a kezébe, és azt mondta, hogy ez az út, itt a térkép a kezembe. Tehát, hogy milyen véletlenek idézőjelben jönnek ilyenkor, amikor rábízod magad a szívedre? Tehát akkor, amikor nem te akarod kitalálni, hogy mi van, hogy elkezded keresni a mindenféle megoldásokat, hanem egyszerűen oda bízod, hogy létezik itt ez az isteni energia, ez a hatalmas erő, és azt mondom, hogy ott van a megoldás. Ott van az egészséges állapotom, és elkezdem érezni ezt az állapotot. És leveszem a figyelmem a fájdalmaimról. Vannak, ott vannak, ott vannak, de én mégis a szívemre hagyom ezt az egész sztorit. És akkor dobálja be az univerzum az ilyen sztorikat, hogy ott van a kezedbe a térkép, ami azt mondja, hogy hát ez lenne az utad. Na ez is egy másik kulcs pillanat volt, amikor
ugye ő neki ez olyan erőteljes volt ez a dolog, hogy lehetett rajta érezni, hogy elérzékenyült, hogy az ő fiatal középiskolás korú önmaga írta neki ezt a levelet, ez egy nagyon erőteljes, hogy kivett te az egész nyarat a munkahelyéből, elment szabadságra, és hozott egy döntést, hogy elvonul egy erdőbe, ahol senki nincs rajta kívül, és ő ott lesz csak kaja, folyó, fák, erdő és meditáció. És azt mondta, hogy addig innen nem megyek el, amíg mássá nem válok. És megint egy nagyon lényeges dologra szeretném a figyelmet felhívni. Nem azt mondta, hogy addig nem megyek el, amíg meg nem gyógyulok. Tehát nem azon dolgozott, hogy ott ő meggyógyítsa magát, hanem mássá akart válni. El akarta azt érni, hogy tudja a szívével érezni azt, hogy ő rendben, hogy el tudja fogadni ettől a teremtő erőtől azt, hogy ez létezik, ez az egészséges állapot. És feladva mindent, feladva a diagnózisokat. Ugye? Nagyon sok ember folyamatosan megy az orvosokhoz, hogy kapja a diagnózist, vagy megy a kontrollra, hogy mutassák meg neki, hogy hol tart. És ugye ő mit mondott? Azt mondta, hogy a testem az nem a diagnózisok nyelvén beszél. Nekem nem diagnózisokra van szükségem, hanem arra van szükségem, hogy lássam az egészséges állapotomat. Nem nekem kell megmondani a testemnek, hogy akkor most pörgesse fel az immunrendszerét, vagy épp csökkentse le az immunrendszerét, mert ugye még azt se tudta igazán pontosan, hogy akkor most melyik probléma van, hiszen van egy autoimmun betegsége is, meg van egy Lyme-kórja is. A Lyme-kórnál ugye az immunrendszernek le kell gyilkolni a baktériumokat, tehát erőteljesen dolgozni kell. Az autoimmunnál meg az a baj, hogy az immunrendszer meg túlreagál, tehát ő meg elkezdi megtámadni a testet. És akkor most mit mondjak a testemnek? De nem kell, tehát rájött, hogy nem kell nekem megmondani a testem, nem kell nekem kitalálni azt, hogy hogyan fogok meggyógyulni, egyszerűen a szívemmel érezni kell ezt az egészséges állapotot. És mássá kell válnom. És azt mondta, hogy nem tudom, hogy mi történt, de más emberként jöttem el onnan. És akkor volt az első olyan momentum, amikor az első reggel, amikor fáradtság nélkül ébredtem. Tehát amikor hosszú évekig valaki folyamatosan, tehát ez a betegség, ennek ez az egyik jelenlévő tünete, ez a fáradtság. Tehát, hogy fáradtság nélkül. Közben még a fájdalom megvolt, és én nem is volt olyan emléke, hogy ezek külön váltak volna. Tehát ez teljesen egy volt neki ez a két dolog. Tehát olyan szinten összenőttek, hogy ez is sokkolta. De mi volt még, amit nagyon lényeges volt? Hogy megtörtént a sok-sok betegségéből egy elmúlt, vagy egy-kettő, de ő itt esztemelte ki a fáradtságot. És akkor ez hozta meg a motivációt. Lett motivációja ahhoz, hogy még intenzívebben csinálja ezt a dolgot. És még mi volt a lényeg? Az volt a lényeg, hogy elkezdte imádni ezt. Tehát felfogta úgy, hogy ő neki ez most egy kaland. Tehát azt mondta, hogy én most azt játszom, de én is mindig szoktam mondani, hogy az élet az egy játék. Tehát azért vannak a nehézségek, hogy tanuljunk belőle. Én most azt játszom, hogy egészséges leszek azáltal, hogy felhangolódok erre az állapotra, és ez egy kaland számomra, és azt mondta, hogy élveztem ezt a dolgot. És szerettem ezt a dolgot. És ami még egy kulcs mondat volt, imádtam ezt, hogy sok ilyen kulcs mondatot mondott egyébként. Szóval lehet, hogy majd többször is érdemes lesz végignézni ezt a videót nektek is. Én néhányszor megnéztem.
szintén kulcs momentum volt, hogy azt mondta, hogy számomra nem is az volt a lényeg, hogy ugye a meditációba leülök, és a meditációban ugye összekapcsolódok az energiamezővel, és érzem ezt a dolgot, meg ilyen módon elkezd a testem helyreállni, hanem számomra az volt a legérdekesebb, hogy az életem részévé vált a meditáció. Úgy fogalmazott, hogy összeházasodtam vele. Hogy összeházasodtam azzal, hogy emelkedett érzelmekben éltem a napjaimat. Nyitott szemmel is. Tehát, hogy el tudta érni azt, hogy az élete részévé vált az, hogy rendszeresen naponta többször meditált, és akkor, amikor nem meditált, akkor is folyamatosan a figyelme hol volt? Szívén. Ott volt, hogy érezte az emelkedett érzelmet. Érezte, hogy minden rendben van. És ez volt az, ami egyébként létrehozza a gyógyulást. Ez több történetben ugye kijött ugyanez ez a történet. És hiába mondtak neki az ismerősei különböző dolgokat, hogy nem lenne egyszerűbb, hogyha úgy gondolnád, hogy ezzel együtt éljél, és akkor sokkal könnyebb lenne az életed, hogy most itt ezzel nem mész. És ezt nem. Nem. Én ezt tudom, hogy ez létre fog jönni a fizikai valóságban is ez a dolog, meg élvezem ezt a játékot. És azt mondta a végén, hogy ez egy nagyon nehéz út. Senki nem tudta a megoldást. Senki. Kutattam, kerestem én magam is. A hagyományos orvoslás, az alternatív orvoslás, senki nem tudta a megoldást. Ez lehetetlennek tűnő küldetés. De a lehetetlent is a szívünkkel el lehet érni. Akkor, amikor beleengedjük magunkat ebbe a felsőbb erőbe, ebbe az isteni teremtő erőbe, ahol minden létezik, minden lehetőség, és ha ráhangolódunk, akkor ez megjelenik. És döbbenet, hogy egy ilyen betegségből, egy ilyen állapotra el tudott jutni, nyilván rengeteg ilyen stáción keresztül. De képzeljétek el, hogy most mennyire rutinos az életben, hogy mennyire tudja kezelni az életének bármilyen problémáját ezek után. Hogy mennyire hálás lehet ő azért, hogy ő ezen végigment. Ugye ezt nem mondta, de én ebben biztos vagyok, hogy ez így van.